ünnepeljük azt is, hogy kitartottunk, és a kitartásnak mindig megvannak a gyümölcsei. Ezeket a gondolatokat a Hőgyészi Székelyház ünnepélyes átadóján fogalmazta meg a térség országgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta, 2018-ban fogalmazódott meg a közösségi ház ötlete, amelyre három ütemben biztosított forrást a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága. 1945-ben részben a kitelepített németség helyén, Tolnában, Baranyában és Bács-Kiskunban találtak új otthonra a bukovinai székelyek. Hőgyészen mintegy 90 székely család telepedett le akkor. 80 millió forint támogatási összegből tudtuk felújítani ezt az épületet, az udvart, a melléképületeket, így egy kiváló közösségi hely alakult ki itt Hőgyész szívében, ami szolgálja az itteni székelyeket és természetesen minden hőgyészi embert. A valamikori jegyzői házban a 25 éves fennállását ünneplő szervezet többek között két állandó kiállításnak is helyet biztosít. Csibi Krisztina, a Magyarságház igazgatója, a közösségi házban látható Emelt fővel című kiállításról elmondta, a tárlat a bukovinai székelyek 1941-es hazatelepítésének évfordulójára készült. A másik kiállítás a nemzetség ruháit, eszközeit őrzi. A cél, hogy a mindennapokban élettel töltsék meg a felújított épületet. Szeretnénk itt a főző tanfolyamtól kezdve a hímző tanfolyamig, a próbákig, a régi tárgyaink bemutatásán keresztül szeretnénk felolvasó estet, illetve elkezdtünk egy bukovinai székely könyvtárat fölépítgetni. A jövőben minden korosztály számára helyet és programokat kínál majd a Székelyház Hőgyészen.